Megidézte a 70-es évek hangulatát a fix együttes a Honvéd kaszinóban. A formáció a jelenlegi felállásban 2021-ben lépett a közönség elé az Adi úton, majd még egy alkalommal ismét ezen a helyszínen láthatták őket a rajongók. Ezúttal a szervező intézmény falai között adott sikeres koncertet a banda. A zenekar 1973. decemberében alakult az akkori népszerű együttesek tagjaiból, és a 70-es évek meghatározó bandája lett. Főleg dallamos rockzenét játszottak, de már megjelentek náluk a keményebb fémzenét játszó együttesek számai is. Az együttesnek a MÁV kultúr otthon biztosított hátteret. A zenekar folyamatosan fellépett a környező településeken, távolabbi városokban, vendéglátóhelyeken és művelődési házakban. nagykanizsa valamennyi zenés szórakozó játszottak. 1976 szilveszterén volt a búcsú koncertjük Lovásziban. 2011. május, amikor a csapat újra összejött, hogy felelevenítsék az együtt töltött időket, Az eredmény egy CD elkészítése lett. Ma a teljes lemez anyaga a fix együttes neve alatt elérhető a Youtube-on. 2021 tavaszán az alapítók közül mindenki itthon volt, így eldöntötték, gyakrabban összejönnek. Kezükbe veszik a hangszereiket, és újra együtt örömzenélnek. Végül négyen maradtak, korábbi énekesük nem vállalta, hogy újra közönség előtt is muzsikáljon. A csapat viszont a folytatás mellett döntött.